Mert azt mondják, hogy keleti kényelem nyugaton, mert megint más nem csináltál, mint a Bibéknél üdögeltél. Majd lesz neked nyugaton keleti kényelem? Mert megint mondják, megint más nem csináltál, a Bibéknél üdögeltél. Júj, Tomi, mit csinálsz? Júj! Neked adom az egész felelősséget, Patrik. Júj, Tomi! Mondani a piros cerudával, neked adom tiéd ki. Ha mondod róla. Majd mondja, júj, Tomi, mit csinálsz erősebben, mi van már? Nem jó? Akkor kislányom. Katitó lesz. Katitó lesz egy izény. Ugye nem hát, akkor kislányom vagy. Az se lehet? Akkor kislányom. Nem lehet más, csak te? Nem. Hoppá, hoppá, hoppá. Hála Isten, de okos egy keresztlányom van. Semmi probléma, gond megoldva, ott a rákogumi. Fű alatt lehet. Micsoda? Durexis van. Jó, van akkor majd óvatosan intézzük. Martin! Készítsd el a Durexet! Készítsd el a kotongumit! Ott van benne a szekrénybe. Ja. Kell a kotongumit keresztapádnak estére! Tominak meg a Katinak éjszakára! Mert bedurran a kisecsi, aztán nem akarja átsüsse a páncélt! Várjék, de Martin, ezek félre beszélnek! Anyád berugott, csak azt nem tudom, mitől. Mitől? Apádat már sejtem a páligától. Jó van akkor. Hát az mi? Mondom, mitől? Ti meg este nézhettek ezért te pornófilmet. Én nagy halljátok, mit csinál keresztanyátok? Hát figyeljetek, az a özé, az a nagy, az a fekete, az nagyon szépen kívül, tudod? Beledugjátok a lábatokat.